A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a Patinás Mávelőre klub sportolóit mutatjuk be, hiszen nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy ez a klub továbbra is él, sőt éled, ráadásul olyan új sportágakkal bővült a palettai Székesfehérváron, a sportvárosában, ami némiképpen feledésbe merült az elmúlt időszakban. Most pedig a Mávelőre ökölvívó klub szakosztályvezetője Márton Balázs a vendégem. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Igen, hát 37-re tehető, amikor a Mávelőre boxoló klub elindult, és azt hiszem, hogy meg annyi siker kísérte egészen 1970-es évekig. Nekem van egy személyes emlékem, hiszen Sáringer Zizi bácsi is egy legendás boxoló volt, aki nagyon sokat mesélt, amikor újságíró barátom Sáringer Károly is itt dolgozott. No, de hát aztán egy pillanatra eltűnt a sűjesztőben, ha úgy tetszik. Lehet, hogy igény nem volt rá, de hát jöttetek ti, jött az új gondolat, és újra azt mondom, hogy elkezdett szárnyalni a klub. Nagyon-nagyon fontos pillanatok ezek. Ahhoz azonban, hogy megismerjük a klubot, és megismerjünk téged is, aki szakosztályvezetőként dolgozol, egy kicsit vissza kell mennünk a múltba, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy ki miként választ magának sportágat. Veled hogy történt például? Hát ez 2009-ben kezdődött. A Videoton elnöke Kriti Ferenc vitt le az akkori egyesületbe. Lementem az első edzés, és rögtön magával ragadott. Onnantól kezdve folyamatosan minden nap mentem. Először erre a szurkolói ökölvívó edzésre jártam, és akkor utána Őri Lajos bácsi tartotta a versenyzőknek az edzést, és ő mondta, hogy mi lenne, ha megpróbálnám magam a rendes ökölvívó edzéseken, és utána kezdve mindig edzettem. Akkor ünnepekkor is folyamatosan. Tehát ő volt az első mestered. Igen. Az gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy. Ez a tehetség és a szorgalom nagyon-nagyon fontos ebben, illetve az a tűrőképesség, ami azért jellemzi. Hogy tanultad meg az alapokat? Hát azért régen nem volt akkor a szaktudás. Igazából tehetséges soha nem voltam. Mindig azt hallom, hogy a tehetséget szorgalommal le lehet győzni. Nagyon sok edzésmunkát végeztem el. Dupla annyi edzésmunkát végeztem, mint mások. Nem mindig az nyer, aki ügyesebb, hanem aki jobban akar. Értem, tehát az akarat az nagyon sokat számított. Hát így megalapozott a sportágban. Mi jellemezte a fejlődésedet, hiszen elindultál egy úton, amit aztán kitartottál egy jó ideig? Hát ha magam elé kitűztem valami célt, akkor átmentem akármint. És az mondjuk nem mindig jó, mert ugye rossz dolgokban is van, de céltudatos voltam nagyon. Mennyit kellett ehhez edzened? Hát sokszor utána későbbi edzőm Túrós Arnold volt, úgymond ilyen pót édesapám is volt utána, ugye volt előttem a minta, és nagyon sokat edzettünk, volt, hogy lementünk hajnalba is. Folyamatosan ugye nála dolgoztam, akkor együtt voltunk sokat sűve, főve, és nagyon sokat csak bementünk két vagy ketten, mondjuk kesztyűzni, edzeni, külön edzettem. Külön volt a kulcsom is a teremhez, volt, hogy külön mentem le. A súlycsoportváltások megviselnek egy fiatalt? Hiszen nyilván, ahogy nő az ember fia, nő a súlya is, aztán végül nyilván megállapodik. Megviseli, ezt tudatosan kell nyilván előkészíteni, de én már nagyon későn kezdtem el az ökölvívást, én 18 évesen kezdtem el, én már alapból felnőtt voltam, nem is voltam korosztályos. Csak 18 évesen kezdtem, és ugye utána jött végig, de hát 60 kilóval boxoltam, ott voltam válogatott is, nagyon sokat fogyasztottam. Nekem ez nagyon nagy erősségem volt, a sajnos sok fogyasztás, ugye ezért nagyon magas vagyok. Ez a súlyhoz, ez volt az előnyöm. Az viszont előny a magasság. Igen. Mindenképpen, hiszen ha megnézzük a súlycsoportodban, akkor többnyire 170 centi körül. Igen. Alatt. Igen. Vannak a versenyzők. Mi volt az erősséged? Az akaratosságom és a szívosságom. Folyamatosan nagyon jó kondícióm volt, és ezt ki tudtam használni. Nyilván mondjuk boxoltam egy ügyesebb, technikásabb versenyzővel, akkor szépen lassan ráálltam, kettős fezék, és végig mentem, előre ütöttem, ugye leblokkolgattam.
És egy idő után kipukkan az ember, ráteszed ezt a terrorizálást, úgymond, és kipukkad a másik tőle. Rajta, ott van folyamatosan rajta, akármit csinál, lesz volt előle a levegőt, egy idő után feladja a másik fejbe. Fejben nagyon ott kell rajta lenni. Tehát ez volt az egyik erősséged. Mi volt a technikailag, és nyilván ugye erről beszéltünk, hogy nem voltál különösebben technikás, vagy kiemelkedően technikás, de mi volt az, amivel mindig győzni tudtál? Nagyon szertelen mozgásom van. Nekem minden ökölvívónak van egy úgy egyenisége, ami jellemzi az egyeniséget. Nekem nem volt. Én minden szögből ütöttem, nagyon kellemetlen voltam. Uh-huh. És igazából ez volt, ami sikerre vezetett, hogy ugye agyon nyomtam úgymond a másiknak azt a súlyával. Ugye 2009 óta viselted a kesztyűt, ha úgy tetszik. Melyek voltak az első sikerek, amelyek megerősítettek? 2011-ben volt a Szombathelyen a magyar bajnokság, ott harmadik lettem, és egy akkora esélyest ejtettem ki az elődöntőbe, hogy oda jött a Török Jánosnak, hívják, oda jött a Debrecennek is az elnöke, és ő is gratulált, és mondta, hogy így tovább. Ott nagyon megemelkedettem. Ott az egyesületen is kicsit túl lendült, hogy akkor az még kezdő egyesület volt, akkor alakult, és nagyon sok gyereket motivált, nagyon sokat levitte utána edzeni. Balázs, és mi volt az elsődleges célod? Nyilván a címeres mez, amit elértél, de azt hiszem, hogy ennél bizonyos értelemben egy bizonyos korosztályban nincs feljebb. Hogyan élted ezt meg? Hát nekem nagyon nagy álma volt az olimpia, én azért küzdöttem, majd kijutok az olimpiára, kergettem ezt az álmat, futottam utána előre, aztán együtt kezdtem dolgozni Pálfai Károly elő, az Erdei Zsoltnak volt a menedzsere, és el akartak vinni profinek, ő fel is vitt a Madárhoz, edzettem vele, és akkor ugye Madár elmondta őszintén, hogy akaratos vagyok, nagyon megyek előre, de hogy már nagyon idősen kezdtem el, úgyhogy ezt az olimpiát azt igazából azt el kell felejteni. Ezt nagy csalódásként élted meg? Nem nagyon, igazából. Tudatosult bennem, ugyanúgy dolgoztam tovább, akkor nyilván a profi karrierre fókuszáltam később. Igen, tehát a profivá válás az egy óriási lépcsőfok. Nem csak azért, mert nincs fejvédő, hanem sok egyéb okból is. Ugye te már úgy mentél, hogy többször voltál magyar bajnoki bronzérmes, számos nemzetközi tornán győztél. Apropó, majd a profivá válással folytatjuk, de ezek a nemzeti tornák mit jelentettek a pályafutásodban? Hát azért ezt nem lehet elmondani, amikor vonulsz be, és szól neked a magyar himnusz, és ott állsz, többi nemzet a saját hozzáadott képviselet, azért nyilván ad egy sokkal nagyobb pluszt. No, és a Nemzetközi Liga, a Boxing One? Igen, ott a Győrbe voltam kölcsönadva, Gladiátorba őket képviseltem. Montenegróval voltunk egy csoportban, Horvátországgal és Szlovákiával. Nagyon jól sikerült Horvátországgal. Ez volt az első mérkőzés, ott az olimpián is volt a srác, ővel egy döntetlen sikerült boxom, de ő nagyon akaratos volt, nagyon nehéz mérkőzés volt. Utána boxoltam a szlovák srác előtt, többször meg is számoltattam, ő szlovák bajnok volt. Montenegróban ott nagyon nehéz volt, 16 órát utaztunk egyhuzamba egy kis buszba, és nem tudtam átállni, ott elvesztettem a mérkőzést. Ott is második menetre keltem fel, de akkor már késő volt. Nehéz volt átállni, de nagyon nagy tapasztalatszerzés volt. A profivá válás pillanata. Az azt hiszem, hogy meghatározó valaki számára, ha elér egy olyan szintet, hogy érdemesnek találtatik a profi pályafutásra. Ugye van 6 győzelmed 5 KO-val, ami azt jelenti, hogy az ütőerőt sem lehetett hátrány, ha úgy tetszik. Hogy emlékszel ezekre a meccsekre? Hát igen, az ütőerőm az nagyon jó volt. Amatőrben is több KO-t sikerült elérni, ugye ott azért nehéz van fejvédő. Hát az gyors belugrás volt, felelőtlen volt egy kicsit, pont edzőt váltottam. És az első mérkőzés itt volt Székesfehérváron, élőben adta a tévé, és leütöttek, KO-t szenvedtem, az volt az első KO, nem is volt nagyon addig olyan nagy ütés, és ott mindenki rögtön jött, hogy hagyjam abban, nincs értelme, stb. És ott igazából folytatom tovább, nem lehetett megtörni. Túltetted magad rajta? Igen. Nem mi mondom. Kell ahhoz, hogy egy KO, mert ez nyilván fájdalmas dolog, ezt az emberfia nem is tudja, csak aki átéli. Igen, ez fejben nagyon megerősíti az ember, tudni kell rajta tovább lépni, nyilván bele is lehet ragadni. Hát nehéz volt meg én, de úgy gondoltam tovább, hogy dolgozni kell tovább, csak egy lépcsőfok. Ha itt megállok, akkor nincs értelme. Azt mondom, hogy egy gyengéket a történelem elfeledi, úgyhogy dolgozni kellett tovább. De hát igazából ez később is bizonyodott, meg ugye nyilván mutattam mérleg,
Hogy... Igen, tehát ez az 5K-o, ez egy fantasztikus teljesítmény. Abban a 3K-o az első menetben történt, ugye? Ez azt jelenti, hogy gyors voltál, tudatos voltál, erős voltál. Szívos tehát voltam. Így egyszerre? Igen, hát szívós voltam és gyors, igen. Nem. Ugye általában a magas, hosszúkezű kövívók szeretnek vívni, elmozognak. Hát ez nem mondható el, én megálltam folyamatosan verekedni, imádtam verekedni, nagyon szerettem a küzdelmet. Értem. És tehát tudatosan készülsz az ellenfélre is. Ez hogy sikerül megoldani a profi világban? Hogy sikerült? Hát nyilván néha azért eltévesztődik az ember. Megnézzük mondjuk a felvételt, és mondjuk az a meccsen teljesen más produkál, teljesen más boxot. Mondjuk van egy verekedés boxoló, és mondjuk elkezdődik a mérkőzés, és teljesen más kezd el boxolni mondjuk. Távolról elkezd küzdeni, akkor nyilván rögtön az egy sok játszma is. Ha látod, hogy a másik mit reagál, rögtön váltani kell. Mondjuk erőltetek egy stílus, de nem jön be, akkor rögtön át kell váltani mondjuk más stílusra. Más felkészülést igényel a profi ökölvívás, mint az amatőr, mondom én, de mennyiben? Teljesen más terhelés kapsz. Azért amatőrben 3x3 perc van, profiban úgy kezdődik, hogy 4x3 perc az a minimum, onnan csak felfelé van, más, teljesen más terhelés van, ugye nagyon erőálló képesség kell, meg hát be kell osztani az erődet, hogyha ellövöd az első két menetben a kondíciót, utána kondikával lesz, ugye elfogy az oxigén, elkezdődik a fáradás tünete, ugye bőrpír, nehéz légzés, koordinációzavar, és hiába vagy te akármennyire, ha nem kapok oxigént, az olyan nem tudsz gondolkozni, szétesik teljesen a mozgásod, igazából úgymond össze se. Tehát kitárult előtted a világ, ezt mondhatjuk. Aztán jött egy olyan probléma, amit senkinek nem kívánunk. Erről kell, hogy beszéljünk, hiszen ez jószerivel, ez félbeszakította ilyen értelemben a pályafutásodat. Igen, sajnos 2018-ban hát kaptam egy gyötyhártya agyvelő gyulladást, ami a bal oldalam lebénult a beszédközpontom, a látás és a hallás, ugye itt egy helyen vannak, szép lassan elkezdett romlani. Először a mély hangok elmentek a bal fülemen, úgy kezdődött, ugye elmentem kivizsgáltatni, de utána még leboxoltam két mérkőzést, amit már lehet nem kellett volna, csak azt mondták, hogy nem vizsgáltattam, akkor otthon kik átvészeltem, nem tudtam elnéni, nagyon rosszul voltam. Úgy voltam vele, majd elmúlik, csinálom tovább. Azt mondták, hogy ez csak egy vírusos fertőzés, majd el fog múlani. Utána elmentem idegsebészhez, és azt mondják, hogy mondtak, hogy ne aggódjak, mert előfordul ilyen, hogy valakinek mondjuk elmegy a szaglása, és az majd vissza fog jönni. Aztán, amikor leboxoltam a második mérkőzést, akkor szóltam a Rácz Félix menedzsernek, hogy nagyon rossz vagyok, és hogy nem tudom addig folytatni, nyilván még nem épülök fel. Ő mondta, persze, hát ez alapvető dolog lett volna előtt is, csak ugye nem túl makacs vagyok, ezt nem szabad, ezt el kell engedni másnak is. Nem szabad örökvest mindenhez erősen ragaszkodni, tudni kell elengedni dolgokat. És hogy zajlott a felépülésed? Hiszen nyilván ez egy nagy megpróbáltatás egy fiatalnak, akinek van egy határozott célja az életében. Hát sajnos még mindig megvan, kettős látásom van. Beszédzavarom van folyamatosan, azon nagyon sok zdrikát kapok, folyamatosan cinkálnak vele és piszkálnak, de ezzel tudni kell együtt élni. Hát jártam gyógytornára, meg logopédushoz kellett sokat járnom. Nemrég a Semmelweis Ignác Egyetemen több orvos kutatta, először szemészetre mentem, utána átküldtek a Szent János kórházba, van kihelyezve nekik ilyen központ, be kellett feküdnöm, ott vettek agyvizet, nagyon sok vizsgálaton mentem keresztül, és nagyon sok negatív minden, még az agyvíz kitenyésztés még hátra van, hogyha az is negatív, akkor sajnos ezek lezajló dolgok, és ezek már szövődmények, sajnos ez akkor már így fog maradni, nem fog javulni. Úgy tehát nézni. Ez lelkileg és fizikailag is megviselt, gondolom én. De aztán, ahogy felépültél, mert felépültél, és örömmel látjuk, és a beszédkészségeddel sincs semmi baj, megnyugtatlak, azért nagyon fontos, hogy a MÁV segítőkezet nyújtott. Hogy kerültél az ökölvívó szakosztály élére? Én már foglalkoztam utánpótlással a Varkasgyőr boxklubban, ugye, amikor versenyeztem, segítettem az utánpótlás nevelésben. Nagy Robert volt a MÁV-előre, ennek az elnöke, és ő előtte már felvetette, hogy mi lenne, hogyha lenne ökölvívó szakosztály. És mikor jött ez a betegség, és csak már foglalkoztam a gyermekekkel, kiváltam akkor az akkori egyesületembe, és akkor két évvel ezelőtt, augusztusban vetődött fel, és akkor alakult meg. Tehát tulajdonképpen 11 év után intettél búcsút abban az értelemben a boxnak, hogy abba kellett hagynod, és akkor visszatértél. Ez a visszatérés edzőként történt. Nyilván azt mondod, hogy készültél rá. Ugyanakkor, amikor a MÁV meghirdette azt a programját, hogy várják a fiatalok jelentkezését, ez egy rendkívüli felelősség. Hogy fogtál munkához?
Hát azt tudni kell, hogy én ingyenes gyermekedzést tartok. Hát próbálom a sportágat eszközként megragadva mindezt átadni a mai fiataloknak, amit nekem volt szerencsém átadni. Nagyon sokat köszönhetek az ökölvívásnak, a sportnak. Ugye végig a várostól is nagyon sok támogatást kaptam, és próbálom a városban lévő és a megyében lévő összes gyereknek segítséget nyújtani, hogy fejlődjenek. Az iskolában is nagyon sokat fejlődik, együtt a viselkedésig nagyon sok fejlődik. Van nálam egy kupa, amit minden hónapban kiosztok egy gyermeknek. Nem pont a képen edzésre jól viselkednek, a magatartása az iskolában fejlődik, az edzés munkája fejlődik, ezzel próbáljuk őket motiválni. Azért nekem nehéz nekik olyan motivációt adni, mondjuk mind a mai világban egy számítógépes játék, egy telefonos játék, nem tudott nekik akkora ingert adni, ugye ez nagyon nagy feladat. Plusz hát egy példát állítani elég, hogy hogyan kéne. Viszont egy remek edzői stábot építettél. Ez fontos, hogy olyan társak legyenek melletted, akikben megbízol, akik szakmai színvonalat képviselnek. Tehát itt olvasom, hogy Futó Samu az erős a szakmai tréner az egyik oldalról, van erőlét és mozgáskoordinációs edző, és amin meglepődtem, hogy van egy mentális tréner is. Menjünk rajtuk végig, hogy ők hogyan tudják azt a szakmai munkát segíteni, amit te képviselsz. Sajnos Futó Sámulának közben ki kellett válnia, mert ő dolgozott még mellette, és sajnos nem tudott részt venni az utánpótlásban. Horváth Péter még mindig megvan, rehabilitációs és erőléti edző is. Amikor úgy volt, hogy visszatérek, egy éve elkezdtem a felkészülést, és csak ilyen koordinációs edzést csináltunk. Ő volt a segítségem, és ott alakult ki a nagyon jó kapcsolat egymás között, és nagyon, nagyon egyezett a szemléletünk. És őt, amikor már benn voltam az utánpótlásban, őt kértem fel, hogy mi lenne, hogyha segítene, és azonnal igen mondott. És akkor a mentális trénerről beszéljünk, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy fejben is ott legyenek a fiatalok, hiszen itt fiatalokról van szó elsősorban. Ő Máté Krisztián. Ő, amikor versenyző voltam, hozzájártam a mentális trénerhez, és nagyon sokat segített. A gyerekeknek is nagyon sokat segít, próbál náluk alkalmazni, mindig arra fókuszálnak, amit csinálnak. Ha bejönnek edzésre, akkor tegyenek le minden problémát, az edzésre koncentráljanak. Ha anyával beszélek, akkor anyával beszélgetek. Ha a telefonnyomkodom, a telefonnyomkodok. Holvasok, mindig tessék arra fókuszálni, amit éppen csinálunk, és tegyük át a kapcsolatot mindig. Ha bejövünk a terembe, akkor hagyjuk az, ami az iskolában történt probléma, azt hagyjuk ott. Az iskolában vagyok, akkor ne azzal törődjek, hogy mi történt az edzésen, mi történt otthon, hanem tessék a tanulásra figyelni. Próbáljuk belejük ezt. Tehát ez egy rendkívül komoly jövőkép. Mielőtt azonban erről beszélnénk, a visszatérésed ugye szóba került, hogy szerettél volna visszatérni. Igen. Ez hogy jártál ezzel? Hát megint elkezdtem rosszul lenni edzés közben, hogy darabig ment. Ugye kettős látásom az megvoltak az edzés közben, és ezt próbáltam leküzdeni. Aztán megint kicsit visszaestem, ami Covid alatt történt, szóval hogy megint visszaestem. Tehát ez igen. A közelmúltban. Igen, igen. Tehát ilyen értelemben akkor most már teljes egészében az edzői pályafutásodra fókuszálsz. Hát néha felángolok, nyilván nagyon nehéz. Érzem magamban az erőt még nagyon, de igen, sajnos ezt háttérbe kell szorítani meg. Hát most már vannak profi versenyzőim is, profikkal is foglalkozok, vannak mellett amatőrök is. No, beszéljünk akkor a szakosztályról tovább, hiszen mondod, hogy 6-tól 16 éves korig várjátok a gyerekeket, de ahogy mondtad, vannak felnőttek és profik is. Ez hogy különbözteti meg? Tehát nyilván mindenhez más edzés munka kell. Hogy tudsz erre felkészülni? Hát délután azért a profik általában délután edzenek. Kiliti Tamás most nálunk, Kiliti Ferenccel közösen mondjuk az edzés nálunk, csinálja a felkészülést, hát bele van építve, ugye ketten vagyunk, bele van építve a felkészülésre, éppen mikor, milyen programot csinál. Most éppen nehéz zságos edzései vannak, azt nyilván le tudjuk vezérni a csoportos edzés alatt is, de amikor sparringra kell majd menni, ugye nyilván akkor el kell utazni, vagy iskolázni kell, ugye a mancsbeütés, akkor az más jellegű felkészülést igényel, meg hát ott azért profil más jellegű felkészülést kapnak. Lágos. A Magyar Ökölvívó Szövetség nagyon jó lábakon áll, ezt nagyon is jól tudjuk. Voltak viták, azt is tudjuk, de nem olyan szintű, mint a Nemzetközi Szövetségben. Ezt miként, hol tart ma az ökölvívás a nemzetközi sportéletben? Hiszen látjuk, hogy folyamatos viták kísérik az olimpiai indulásokat, folyton változik a vezetés a világszövetségben, és ez bizonyos értelemben a sportág megítélése is rányomja a bélyegét. Most a Magyar Ökölvívásban fejlődést látok. Fiatalok egyre jobb eredményt érnek el. Nyilván sokkal több jó eredmény született, mint most, de most talán felrendülést látok.
Tehát ez az amatőr ökölvívás. Igen, az amatőr ökölvívás. Viszont nézzük meg a profi ökölvívást. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy Kokó, Erdély Zsolt, nem sorolom, nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik elérték az Európa-bajnoki, világbajnoki címeket, aminél nincs feljebb, mint tudjuk. Most hogy állunk? Hát most ugye Rácz Félix visszavonult, ő volt a promotőrünk, az én menedzserem is, promoterem. Visszavonult, azóta kicsit visszaesett a profi ökölvívás. Most Kirti Ferenc személyében ő elkezdett egy másféle utat szerintem. Én most az egy kicsit belátok a háttérmunkájába is, szerintem itt most megint fellendülés lesz. Nagyon komoly szakmai kapcsolatai vannak külföldről is, egyre jó kapcsolatokat alakít ki. Egy kicsit beszéljünk még így a vége felé a MÁV előre jövő képéről. Ugye itt vannak a töpörtjük, aztán a nagyocskák, és így tovább a felnőttekig. Milyen jövőképe van ennek a klubnak, az ökölvívó szakosztályának? Idén el fogunk indulni az utánpótlás magyar bajnokságokon is. Most fog kirajzolni, most fog feljönni az elvégzett munkának a gyümölcse, és most nem tudtunk most edzeni egy hónapig. Teremhiány volt, de most visszakaptuk a teret, most teljes gőzzel dolgozunk, úgyhogy nagyon, nagyon tehetséges a srácok, nagyon dolgoznak, úgyhogy most ki fog rajzolni idén. Két érmet várok a magyar bajnokságról, ez a kitűzött cél, és meglátjuk, hogy szerintem túl fogjuk teljesíteni, de meglátjuk. Tehát ezt te viszed tovább teljes egészében, és milyen lehetőségeink vannak a felnőttben, hiszen azért nagyon-nagyon fontos, hogy valaki, és te magad is azt az elvet képviseled, hogy tulajdonképpen legyenek rendes, idézőjelben teszem, felnőttek, tehát nem feltétlenül csak az eredmény számít, hanem az is, hogy milyen emberekké válnak. Ugyanakkor nyilván az is fontos, hogy felnőtt korosztályban is érjék el azt az eredményt, amit megálmodnak maguknak, és amiért dolgoznak napról napra. Én mindig azt mondom nekik, hogy amit munkát elvégzek az edzésen, azt tudják mérkőzésen is kamatoztatni. Ez az életben is így van, mondjuk amit munkát elvégeznek az iskolába, olyan egyet fognak érte kapni. Hogyha ezt az utat követik, akkor sikeres emberek lesznek, nem csak az ökölvívásban, hanem az életben is. És ez nagyon-nagyon fontos, én azt hiszem. Én azt gondolom, hogy te sikerre vezeted ezt a klubot, és nyilván minden támogatást megkapsz a vezetéshez. Mit kívánjak annak a sok-sok kisrácnak és nem kisrácnak, hogy mire törekedjenek a jövőben? Kitartásra. Legyenek kitartóak, és ne adják fel, küzdeni kell. Soha nincs vége. Így van, mert hogy te vagy, és ráadásul vezetőedzőként, szakosztályvezetőként a példa és a példakép. Én azt kívánom mindnyájuknak, hogy próbáljanak meg hasonlítani rád elkötelezettségben, szorgalomban, tehetségben, mindenben. Balázs, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a MÁV előre ökölvívó szakosztályának vezetője Márton Balázs, az egykori kiváló ökölvívó volt a vendégünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.